meggyőződésünk, hogy a béke és az eurázsiai együttműködés, gazdasági együttműködés körül lehet létrehozni az európai egységet. Én látom, hogy Putyin elnök úr látogatását megelőzően számos találgatás volt, hogy vajon kell-e félteni Magyarországtól Európa egységét. Nem kell félteni Magyarországtól Európa egységét, de fontos dolog, hogy Európában mindenki a békére törekedjen, amely nem csupán a háború felszámolását jelenti, de a jövő építését is. Meggyőződésem, hogy az európai egységet az Oroszországgal történő együttműködés mellett lehet és kell létrehozni. Közös célunk az, hogy ismét erősítsük a két ország közötti gazdasági együttműködést, és ennek érdekében jó néhány konkrét megállapodás is terítékre került. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, meggyőződésem, hogy a béke az nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének békés módja. Ezért mi abban bízunk, hogy a meglévő érdekkülönbségeket Oroszország és az Európai Unió között a béke eszközével leszünk képesek majd kezelni a jövőben is. Sok szerencsét kívánok, és megyek is majd. Köszönöm.